Hadobás István neve az elmúlt közel 4 évtizedben összefort a Kölcsey Ferenc gimnáziummal és az iskola női kézilabda csapatával. A testnevelő 1978-ban került a Kölcsébe, és abban az évben be is nevezte az együttest az egyesületi bajnokságba. Azóta megszakítás nélkül a nemzeti bajnokság valamelyik osztályában szerepel a diákcsapat. A tanév végén nyugdíjba vonuló szakember meghívását közel 100 korábbi játékosa fogadta el a rendhagyó kézilabda gálára. Vannak nagy neveink, akikre büszkék kell, hogy legyünk én is, mint nevelőedző, illetve az egész Kölcsey is kézilabdás társadalom. Elsősorban Kulcsár Anita, ugye, akit a világ legjobbjának választottak, és ő a Kölcseyben indította a pályafutását. De vannak itt nagyon komoly nagy nevek, akik NB1-be jutottak. Ha csak Pocsik Vikit említem, Nádasi Mariant említem, Tóth Katit említem, és a maiak közül a legutolsó eresztésből is, Vajda Luca például, Érden játszik most NB1-ben, Schmid Eszter a kisvárdai NB1-es csapathoz igazol, és hát rajtuk kívül nagyon-nagyon sok ember tudnék még megemlíteni, és a maiakat is, mert szenzációs csapaton van. Nálunk mindig a csapat, az csupa nagybetűs volt, úgyhogy öröm egy ilyen csapatvezetőjének lenni. Kocsik Viktória alapembere volt a Kölcsey legsikeresebb csapatának, amelyik 1995-ben a második helyen végzett az NB1B-ben. Nagy örömmel emlékszem vissza ezekre az időkre. Természetesen ezek még diák évek voltak, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon jó volt, és nagyon jó emlékeink vannak. Nagyon jó találkozni a lányokkal is, hiszen tulajdonképpen néhányukat kivéve egyáltalán nem találkoztunk azóta, úgyhogy nagyon örülünk egymásnak. A Kölcsey díjese a legutóbbi szezonban a harmadik helyen végzett az NB2 északkeleti csoportjában. Mint Hadobás István elmondta, marad a csapat mellett, amely az ő irányításával kezdi majd el a felkészülést a 2016-2017-es bajnokságra.